Kedves barátaim! Szeretettel üdvözöllek benneteket a mostani tanításommal. A megszállottság lesz ennek a tanításnak a témája egy nagyon érdekes megközelítésben. Már sokat beszéltem a megszállottságról, de most újra ezt a témát itt szóba hozom. Jelenleg éppen nagyon szép helyen vagyok itt Falkoniban a tengerparton. Szerencsém van, a szél se fúj, úgyhogy napra már nem tudok kiülni, mert annyira meleg van, hogy vakít a nap. Az árnyéban meg nem látok rendesen, mert nagyon hideg van. Tipikus őszi időjárás. No, megszállottság. Megszállottságról annyit szeretnék mondani, hogy bármilyen furcsa, kétfajta megszállottság létezik. Hát többfajta létezik, de alaphelyzetben létezik egy úgynevezett karmikus megszállottság is, és létezik a normál megszállottság. Mit értek egy karmikus megszállottság alatt? Egyszerű példával mondom, mondjuk, hogy van egy megszállott ember, aki megszáll valakit ugye itt most a mostani életében, a gyakorlatilag bűnt követ el, mert mindenkinek saját szabad akarata van, és ebben a saját szabad akaratába neki jár a saját egyéni élet, tehát nincsen joga semmilyen szellemi lénynek beavatkozni egy másik ember életébe. Ő tehát következő életébe karmikusan fog kapni egy megszálló szellemet. Például, és ez a megszálló szellem végig kísért egész életébe, ez a megszálló szellem már lehet gyerekkorában is például, nagyon keményen, és egész életében végig fogja kísérni. Maga a lélek belülről ugye öntudatlanul tudja, hogy van egy megszálló, mert nem tud úgy megnyilvánulni, ahogyan szeretne. És ezért ebben a lélekben, mint egy tördöfés, hogy végig szenvedi az egész életét egy megszállótól, benne fog maradni örökre, hogy soha többet nem szabad megszállni senkit sem, mert ilyen borzasztó bűn, amit én elkövetek. És ugye a lélekben bennmaradt tapasztalatok, azok egy egész, nem egy élete, egy egész szellemi életre szólnak, tehát az örökre benne fog maradni a lélekben. És ezek az úgynevezett karmikus megszállottságok, amikor valaki kap egy megszállót, hogy valamilyen más, de akár lehet egy másik lelki büntetés miatt is, ami előre hozza az ő hibáit egy életre, szerencsére ebből kevesebb van, de sajnos van ilyen, és akkor ebben az esetben ugye büntetésként megkapja a megszállottságot. Van, amikor egy olyan szellemi bűn van valakiben, amely szintén kell egy megszállottság, de nem karmikusan egy másik megszálló jön, hanem egy segítő szellem szállja meg ilyenkor, és neki az a feladata, hogy abban az életébe úgymond kellemetlenségeket okozzon ennek a lélektek, akár fizikai síkon van, ebben az esetben viszont semmilyen büntetés nem jár a segítő szellemnek. Jó? Tehát ilyen is van. Sajnos a másik fajta megszállottság az a rosszabbik, és akkor ezt is ketté lehet venni. Az általában, ugye normál esetben nekünk mindenki védelem alatt van, jó? Ezt tudomásul kell venni. Tehát olyan nem létezik, hogy oda mennek kényekedvére valakit megszállnak. Jó? Ilyen nincsen, tehát alaphelyzetben mindenki védelem alatt van. Ezeket a megszállottságokat valami előidézi, jó? Tehát, hogy mi idézheti elő. Valaki elmegy a kocsmába, hull a részegre issza magát, a lelke elhagyja a testet, mert nem akar egy ilyen alacsony rezgésű lélekkel azonosulni. Ilyenkor zsupsz, beleszáll egy kocsmában lévő láthatatlan lélek, és folytatja az ivást. És akkor ugye átveszte az üres testet a rezgésébe, és akkor másnap ez a valaki felébred, és akkor mondják a barátai, hogy tehát nem ismerünk rád, mint egy teljesen más ember lettél volna. Hát tényleg egy teljesen más ember volt, mert az, aki megszállta, annak a tulajdonságai átirodtak rá. Csak az a baj, ilyenkor legkevesebb, hogy részeg lesz, aztán kell ússza magát, hanem valaki gyilkosságot követen, őt erőszakol meg, vagy olyan hülyeségeket csinál, verekedik, aminek, ha visszatér a testébe másnap, ugye ő fogja meginni a levét. Hogy megszállottság és különböző fokozatai vannak, tehát vannak enyhesugallatok, van végzetes megszállottság, komolyabb megszállottság, jó, tehát ezeknek vannak ennyi fokozatai is, amikor hajlamok vannak például. Én jártam úgy, hogy először akkor már nem jutottam sokáig, és bementem egy kocsmába kávézni, és ugye mondta a nő, hogy megfőzze a kávét, és akkor menjek átadik abba a boltba, mert mondtam, hogy a szomszédbolt át akartam menni alkatrészre, mondja, hogy menjek át a boltba, 5 perc alatt lefőzi a kávét, mire visszajövök, megvan a kávé. Elmentem a boltba, jövök vissza, és egy láthatatlan erő mondja a fejembe, hogy te Pisti, te már nem ittál egy éve majdnem alkoholt, hogy hát egy sör most már igazán rád férne, vagy egy vodka, mert tényleg most már úgy sem kell messze menni, és hamar hazaérsz. Mi történt? Bementem a kocsmába, ugye
volt megszálló szelleme, kocsmák tele vannak vele, látta a bennem lévő csirályt a hajlandóságnak, és bepróbálkozott, hát ha bejön neki, és akkor rám tud kapcsolni, és tud inni. Én dohányzással jártam így, mert kétszer-háromszor abba hagytam a dohányzást rendesen, és hát volt, hogy nem dohányoztam másfél évig, és akkor lejöttünk ide a Monfalconébe, a kedves kislányom, aki már tudta, hogy nem dohányzok, elővette a nyaraláska egy ekkora doboz karton kedvenc cigarettámat, nézd csak apa, mivel leptelek meg, mi lett a vége, megint ráhúztam két évet. Utána megint nem dohányoztam egy évig, utána a tengerparton, a Dunaparton mentünk dolgozni, január volt, hideg volt, útközben megint bementem egy kocsmába kávézni. Azóta lehetőleg kerülöm az ilyen helyeket. Mi történt? Ránéztem, akkor még árultak cigarettát a kocsmába. Hú, hát lehet, hogy kéne venni cigit, mert a hidegben a dohányzok, akkor nem fázok annyira. Mi történt? Egy kocsmában lévő ilyen dohányos akárkicsoda, látta, hogy benne van a hajlandóság, ránéztem a cigire, egyből bepróbálkozott. Tehát rajtam keresztül átvette a rezgéseit, és így a dohányzás rezgéseit át tudtam venni. Ez egy nagyon enyhe megszállottság, de ez is megszállottság, mert rám csatlakozott, mi lett a vége? Ráhúztam még 5 évet. Most már ledobtam a cigarettát, és na, próbálkozik még most is az a másik erő, mert reggelette a barátommal egy nemzeti dohányboltban találkozunk, ott minden reggel megiszük a kávénkat, ő vesz cigit magának, hogyha akar, és az jönnek a sugallatok ezzelrel, hogy na, egy-egy doboz cigit vegyél, vagy kérje a barátot egy 100 cigarettát, de nagyon elhatároztam, hogy nem. Még egyszer nem dőlök be ennek, mert ha megint elszívnék egy 100 cigarettát, akkor mi lenne a vége? Megint ráhoznék egy évet, két évet, három évet. Arról nem beszélve, hogy a dohányzással ugye tüdőbetegséget lehet venni, szájbetegségeket, most nem akarom részletezni. Meg ami a fontos, hál' Istennek, hogy elég drága a cigaretta most már ahhoz, hogy anyagi spórolás. Ne tudjátok meg, mennyi pénzt meg lehet spórolni, nem dohányzok. Azt a pénzt bedobjuk a sportkasszába, el lehet jönni nyaralni egy ilyen helyre például. No, tehát visszatérve a megszállottságra, hogy hogy lehet még összeszedni megszállót. Ugye szellemidézéssel például. Nagyon sokan játszanak ezzel, szellemet idézünk, mert ez egy jó játék. Igazság szerint ez halott idézés, jó? Tehát most csak úgy hívjuk, hogy szellemidézés. Gyönyörűen össze lehet szedni. Először is játszunk vele, kísérletezünk, nem ismerjük a védelmet, és ez olyan dolog, mint hogy ilyen allantas szellemek, mert ezeket lehet berángatni vele, nyitott kaput nyitunk feléjük, és ők azon beözöllenek. Nincsen védelem rajtuk, mert ki lehet próbálni esetleg megfelelő védelemmel, de a nagy része kíváncsiságból van, játékból van, meg minden. Nincsen védelem, imádság, semmi az égvilágon, ránk csatlakoznak. A védelemmel egy pajzsot készítünk, megkapjuk az információkat, de pajzsot csinálunk. A végén lezárjuk a kaput, ráfordítjuk a kulcsot. Megköszönjük a szellemi segítőknek, most nem magyarázom az ötleteket, tehát bezárjuk a kaput, hogy ne tudjanak ránk kapaszkodni. Rengeteg olyan ismerősöm volt, aki neki állt szellemet idézni, halottat idézni, megszállott lett, volt, akit az öngyilkosságba kergettek, mert beidézett egy öngyilkosnak a szellemét, aki teljesen megszállta, ő meg úgy van vele, hogy hagyd menjen. Azzal szórakozik, hogy minél több embert a halálba kergessen, ha már ő is meghalt, akkor halljon meg a többi is. Na most ez büntetés nélkül nem megy. Annyit tudni kell az ilyen megszállottsági lévő öngyilkosságoknál, hogy aki betegség alatt követi el, tehát olyan pszichikai betegséget követ el, hogy az alatt lesz öngyilkos, mondjuk az nem kap büntetést. Tehát aki elborul az agya, meg ilyen történik, jó, nem kell kétségbe esni. Ebben az esetben azért nem lesz olyan komoly büntetés, de az az öngyilkosságot büntetik, jó? Tehát pillanatban annyit csak rátérve. A megszállottságnál még az az érdekes, hogy nekem volt egy nagyon komoly esetem legelőször, itt jöttem rá, hogy gyógyítani a megszállottságot valamilyen energiával, ami bennem van, hogy a nagymamám temetésénél 2001-ben Máté fiam elájult a ravatolozóba, éreztem a nagymamámat, hogy megy körbe a lelke, és mindenki tártőlel elbúcsúzik, és akkor Máté fiam elájult a ravatolozóba, ugye a hangulat, a mindenféle össz dolog miatt, gyakorlatilag oda mentem gyorsan, ugye lelket leheltem bele, felpofosztam, és kinyitotta a szemét, és a nagymamám nézett velem szembe. Tehát a nagymamám rájött arra, hogy Máté elájult, a lelke kiszállt, a nagymama lelke beleszállt a testébe. És akkor egy nagy nyomással ki tudtam a nagymamát nyomni a testéből, és gyakorlatilag ki is ment a testből, és utána Máté fiamnak visszatért a test lelke, és akkor szeme is visszaváltozott, és gyakorlatilag élte az életét, persze kirángattam a temetőből. Úgyhogy lehet, akkor kórház temető környékére gyerekeket ne nagyon vigyünk el. És onnantól kezdve valahogy sikerült ezeket a egy-két barátommal kezdtem a megszállottságot gyógyítani. Például volt olyan barátom, egy lány volt, aki megszállt egy, akkor volt a horvát háború,
a horvát háborúba, vagy balkáni háború, lelőttek egy kisfiút, és valamoknál fogva rá több száz kilométerre, itt Magyarországon, Budapesten megszállta a barátomat. Sikerült a végén kiszedni belőle, akkor később egy másik barátom meg ilyen szellemidézéssel foglalkozott, pálcázott meg minden, őt is megszállta egy borzató szellemi lény, mert ő játszott vele, gyógyítani akart, meg mindenféle dolgokat, és sajnos rosszul sült el neki az egész tulajdonképpen, és megszállta, őt is sikerült meggyógyítani. Meg kell mondani őszintén, hogy megszállottságot lehet gyógyítani, vannak valamilyen betegség, skizofrénia, az például nem. Tehát a nagyon nagy része a skizofréniának a szellemi büntetés, megszállottságot lehet gyógyítani, de hogyha valakit meggyógyítunk, de fennáll a veszély, hogy folyamatosan ugyanabban a közegben van, akkor felerősödve úgy, hogy megszállják és visszajönnek a megszállók. Ez az előbb említett ismerősömnél is ez volt a gond, hogy valami olyan dolgot csinál, ugye kiment annak ide az a balkáni kisfiú, akit lelőttek, de most megint olyan dolgot csinált, hogy olyan borzasztóan megszállta valamit, tehát valami szellemi dolgokkal foglalkozik, mert hogy másodszorra is ugyanúgy megszállja valaki rá 5 évre vagy 10 évre, és még erősebben megszállta, tehát valami olyan dolgot csinál, amivel visszahívja a megszálló szellemeket, tehát hajlandó, hajlamos arra, hogy valami oknál fogva préda legyen. Tehát ezért van az, hogyha valakit kitisztítanak, megadják a gyógyítás lehetőségét, akkor fel kell hívni a figyelmét, hogy onnantól kezdve ő abban a közegben nem lehet, ugyanazt nem csinálhatja meg. Tehát ha valaki tudok, hogy halott idézést csinált, elmondom, hogy soha többet te halott idézéssel nem foglalkozol. Ha foglalkozol vele, vissza fogod kapni, mert visszajönnek, nem is egy, több majd magával úgymond benne a Bibliában példaként. Vissza fog jönni, és ez komoly büntetés hoz maga után, magyarul bele is fog bolondulni. Azt kell mondani, hogy az ilyen ember megérdemli sajnos, mert nem tanult az előző esetből. No, hát ennyi lenne a megszállottságról szóló rövid tanításom. Tehát vigyázzunk arra, milyen közegben vagyunk, alaphelyzetben védettek vagyunk. Ha olyan szenvedélybetegségünk van, mert ez a szenvedélybetegséggel tudunk bevonzani nagyon sok megszállót, most már az internet is az sajnos, meg kell mondani őszintén, meg ezek a játékgépek, meg mindenféle vacak, ez már köztudott szenvedélybetegségek, ezektől meg kell tudnunk szabadulni. Egy, teljes életet éljünk, kettő, benne marad a lelkünkbe a vágy. És ha úgy hallunk meg, hogy benne van a vágy, vissza kell születnünk, hogy ezt a vágyat le tudjuk tenni itt a fizikai síkon, tehát magyarul magunkat egy kis butaság miatt visszarángatjuk itt a fizikai síkra, és az a legjobb, ha most le tudjuk tenni ezeket a vágyainkat, nem egyszerű, ugye ki kell élni valamilyen szinten, de aki már benne van ebbe, az már ki tudta élni, kiük a vágyainkat és le kell tudni tenni. Azért kapunk a szellemi segítéstől szerencsére nagyon sok nagyon jó ötletet, tanácsot, tehát könnyű, csak oda kell rá figyelni, el kell csendesednünk, és megkapjuk a jelzést gondolati úton, vagy valamilyen figyelmeztető pózma útján. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldása legyen veletek!